Az 1904 és 1908 között épült nagyajtai kultúrotthon restaurálása folyamatban van, amely Európai Uniós alapokból valósul meg. Bihari Edömér polgármester, valamint Szakács Tamás restaurátor beszél a felújítási munkálatokról. Sepsi Szentgyörgyi Baumeister Kft. Nyerte az épület felújítási munkálatokat, partnerségben egy magyarországi céggel, akinek van hasonló tapasztalata mi emlékfelújítási munkák terén. Ugyanakkor a freskókat, meg a festményt azt egy marosvásárhelyi cég partnerségben a Baumeister Kft.-vel végzi. Jelen pillanatban most már azt mondhatom, hogy hál' Istennek kevés munka alatt van hátra. Az ősszel a tetőszerkezet teljes felújítását végezték, ebben benne voltak a teljes héjazatcsere, a födémgerendáknak helyenként a megerősítése, ott, ahol sérült volt a fa szerkezet, annak a cseréje, illetve a színpad tetőnek a teljes cseréje, az irodák fölötti résznél ott is csak a javítása volt a szerkezetnek, és ugyancsak héjazatcsere, valamint mindenütt a padlásnak a szigetelése. Elég nagy lendülettel fogtak hozzá, és elég nagy lendülettel folytak a munkálatok. A külső munkálatokat is, ahogy az idő engedte, megkezdték, és már majdnem be is fejezték. Ezekben külső falmunkálatoktól a lépcsőkig minden benne van. Három lépcsőt kellett teljesen újraépíteni. Ugyanakkor az ázott részeket, azokat ki kellett szárítani, a vakolatot le kellett várni helyenként, ahol lehetett már újra vakolták. Még következik az épület belsejében a fűtés hálózatnak a teljes kiépítése, a kazánház az már készen van. A kultúrotthonban pedig ott egy rejtett padlófűtés lesz, ilyen padlóba süllyesztett fűtőtestekkel. Az irodákban pedig maradnak a hagyományos fűtőelemek. A belső ajtók azok teljesen restaurálódnak mindenütt. A külső nyílászárók pedig ajtók, ablakok azok kicserélődnek, mert az idő folyamán megrepedeztek, helyenként a hátsó ajtókat már deszkával foldozták, úgyhogy hiába, hogy műemléképület, azok az elemek már nem műemlékhez méltó elemek, hogy restaurálni kell. A pincébe is voltak beázzások, és azokon a részeken a vakolatokat el kellett távolítani. Most remélhetőleg annyit szárad, hogy nem sokára ott is el tudja kezdeni a munkálatokat. Tehát március 5-én kezdtük el a nagyajtai kultúrpalota a dísztermének a mennyezeti díszítő dekoráció festésének a úgy konzerválását, mint restaurálását. Jelenleg túl vagyunk a konzerváláson, és folynak a retus munkák, a színbeli kiegészítése. Tehát az első és legfontosabb alapelv az az, hogy minél többet megtartani az eredetiből, és minél kevesebbet hozzáadni, ezért csak a saját kiegészítéseinket színezzük, retusáljuk, és csak az olyan felületeket egészítjük ki, amelyek színnel, amik kopottak.
az épület elkészülte után, tehát 1904 és 1908 között épült a nagyajtai kultúr, és az utolsó években, az építés utolsó éveiben készült a falkép is, tehát 1908-ra, tehát 20. század elejére datálják a falképet. Egy jó kezű mesterről beszélhetünk. Elég, tehát mívesek a díszítések is, részletgazdag, és itt a női alakok, ez a négy női alak is, anatómiája, meg aránya is teljesen helyesen vannak elhelyezve. Ez egy szekkóról beszélünk, egy szekkó technikában készült dekorációs festés. Egy nádos vakolaton, mint hordozó réteg, egy nádos vakolatra készült, ami fel van rögzítve egy deszkázott mennyezetre. Ez technikában is sok károsító tényezőt hozott magával, mivel nagyon repedezett volt, tehát nem egy stabil hordozó réteg a festésnek, és ami még károsította a falképeket, az a díszterem fűtése, amit most szerencsére kicseréltek, tehát két kályha, füstjekorma nagyon lesötítette, amit szerencsére le tudtunk tisztítani róla, így visszakapta a régi fényét, a tónusában is világosabb lett, és a részletek is jobban kirajzolódnak. Igen, nagyon sok helyen beázás nyomokat találtunk, ami a vakolat kötőanyagát is sajnos kimosta, ezért nagyon pulverulens lett maga a hordozó réteg is. Ezeket mind rögzíteni kellett, injektálni kellett, és vissza kellett erősíteni a deszkázott mennyezetre. A szekkó technikájának egyik velejárója az, hogy a maga a pigmensek, a festékek sokkal porlékonyabbak, könnyebben felpikkelyeződnek, meg eltűnhetnek a falfelületről, ezt most rögzítettük, és külön rögzítjük a hordozó réteget is, tehát a vakolat is konzerválódik ilyenkor, és maga a festett réteg is úgymond fixálódik a hordozó rétegre. Ha jól tudjuk, ezek a profilozások és a lizénák, ezek később készültek, később kerültek a falakra, arra korra datáljuk. Igen, minőségében egy gyengébb festésről van szó, tehát sokkal pulverulensebb a felület, gyengébbek a pigmensek. És egyik medaliumban találtunk egy datálást is erről, és egy aláírást is. Szentgyörgyi csapat vagyunk, Sepsiszentgyörgyi csapat, négyen, öten szoktunk dolgozni. A csapat tagjai nagy része restaurátor szakemberek, vannak tanoncok is közte, sorolnám Szőcs Janóval, Dobos Izabella, Csiszér Gábor, Budai Hunor és Szakács Tamás Jómagon. Több helyen dolgoztunk már, szerte az országban, már elég hosszú múltja van az aktivitásunknak. Várattól Bukarestig, rengeteg helyen, Szászvidéken is, több műemlékben, meg műemléktemplomban dolgoztunk falképeken. Tehát reméljük, hogy minél több generáció tudja majd élvezni ezt a látványt. Igen, a díszteremben a falak felújítása mellett és a festmény felújítása mellett ugye a kályhákat is felújítatjuk, meg volt valamikor négy tükör a díszteremben, ebből kettőt látunk mind addig, amíg nekifogtunk a javításnak felszerelve. Egyet találtunk a padláson, és abból a tükör hiányzott,
viszont annak alapján a tárcsát is meg szeretnénk csináltatni, hogy az a négy tükör a helyére visszakerüljön. Természetesen a kályhákat is restauráltatjuk, azok mind díszek fognak visszakerülni az épületbe, most már nem fogunk fával fűteni, korszerűbb fűtésrendszerrel lesz felszerelve az épület. A felső részében az épületnek volt három beépített kerek szellőztető ablakocska. Azokat beépítették a 60-as években, amikor a mozit kezdték vetíteni, a sötétítés véget. Ezeket az ablakokat kinyitjuk, és mind szellőztetés, vagy mind nádisten tűz esetén ezek biztonsági szerepet kapnak. Ezek mellett miután felújítódik majd a festmény és az oldalsó falakon lévő freskók, utána fognak majd felkerülni a csillárok. Ezek kovácsolt vas csillárok lesznek, 5 fekete kovácsolt vas csillár. Ezt a tervező nagyon ragaszkodik, hogy mindenképp ilyen legyen, tehát nem szabad sem koptatott réz színű, vagy ehhez hasonló legyen, az kizárólag, ha kovácsolt vas, akkor fekete kell legyen. Ugyanakkor elmondhatom, hogy a tervező részéről is nagyon sokat jelentett az a hozzáállás, ugye, amit tanúsítottak, hogy bármilyen apró részlet volt, gyorsan kiszaladtak és megnézték. Ez a gondolat, amikor megfogalmazódott bennünk, hogy készítsük el a felújítási tervét az épületnek, az elejétől fogva a Sepsiszentgyörgyi Lavati családot mondom, hogy nagyon sokat dolgozott a tervezésben. Karcsi, a tervezőnő édesapja kezdte a munkálatokat, akkor még a felesége Izabella a műemlékvédelemnél dolgozott, és Zsófi, a lányuk az épület tetőszerkezetéből, még az épületről írta az államvizsga dolgozatát. És akkor így volt egy ragaszkodása is az épülethez, és semmiképp nem engedte, hogy ilyen gicsek, vagy bármilyen más, ami nem az épület jellegéhez illik, hogy oda kerüljön. Úgyhogy a színekkel is egy tanulmányt készített, hogy milyen színek illenek az épülethez, hogy illenek össze majd a nyilászáró színei a külső homlokzat színeivel. Most, hogy láttam már egy-két részletet, így most már tetszik. Az elején úgy nem nagyon voltam kibékülve minden színnel. Tetszik még az is, az a tény is, hogy szerencsénkre olyan kivitelezőt kaptunk, akik azt mondhatnám, hogy profik. Nem adnak ki ócska munkát a kezükből. Tehát bármit, amit elvégeznek, az becsületesen meg van csinálva, és tényleg szép munkát végeznek. Remélem, hogy mielőbb be is tudjuk fejezni, és el is tudjuk számolni a költségeket az Unió fele, hiszen ez egy Európai Uniós pályázatból valósul meg ez a felújítás. Hát a felújított épületnek a célja, ami eddig volt, azután is az lesz, hogy középületként az irodák azok szolgálják Nagyajtaközség népét, a dísztermet pedig, hogy használják azok, akik mulatságot szeretnének rendezni, esküvőt, keresztelőt, torok alkalmával szokták kibérelni, illetve nagyon boldog volnék, ha minél több színházi előadást láthatnánk.